Inka minora kislevelű meténg egy fantasztikus talajtakaró évelő növényünk, amely gyönyörűen meg tud újulni, és kicsit ilyen ligetes erdei hangulatot tud teremteni, akár az utcafrontjainkon, akár a kertjénkben. Itt látjuk, hogy egy fantasztikus háromszöget alakítottak ki, és csak Vinka minorral, illetve egy nagyon kevés orbáncfűvel van tele. Látszik, hogy március közepén vagyunk, és milyen gyönyörűen ezek a halványkék virágok már elkezdtek hajtani. Azt is látjuk ugyanakkor, hogy kétféle lombozatot látunk itt. Az egyik egy ilyen erős zöld, ezek a tavalyi lombozatrészek, illetve itt vannak ezek a gyönyörű frissek. Itt az a probléma történt, hogy elfelejtették, vagy valamilyen oknál fogva nem távolították fel a tavalyi lombozatot. Ezt azonban mindenkinek, aki nagyon szép, egyöntetű, szép Vinka minor, vagyis kis meténkből álló szőnyeget szeretne, teljesen hermetikusan, a talajt hermetikusan lezáró szőnyeget szeretne létrehozni, mindenképpen javaslom, hogy akár ilyenkor utólag is tegye meg, tehát ezeket a tavalyi részeket feltétlenül el kell távolítani, és adjunk esélyt, adjunk lehetőséget, hogy csak ezek a nagyon szép, friss, üde, zöld hajtások hajtsanak. Ez természetesen ezt még akkor érdemes általában megtenni, amikor ezek a hajtások még nem indultak be, de aki ezt elfelejtette, az adott esetben, mikor már a vegetációs időszak elindult március-áprilisban, akkor is megteheti, csak nyilván egy kicsikét nehezebb kiválogatni az új friss zöld hajtások közül a tavalyiakat, de akkor is meg kell tennünk, mert esélyt kell adnunk, hogy a növény az megszabadulhasson a tavalyi lombozatától, és az új lombozatával be tudja teljesen teríteni a talajt.